Miért nem tud senki válaszolni egy kérdésre? Mondd meg, univerzum! Mi az élet értelme? Gyorsan, srácok! Valaki kozmikus válaszra vár! Magyarázzuk meg neki a szánalmas élete értelmét egy vidám nóta formájában. Egy-két? Ha úgy érted az élet rossz, a kétkedésre lér, de nézd világunk távlatát, a létet mit sem ér. A hangya díja egy levél, semmi neked kezedbe fér. Nehéz a pontos nézet, nézd a kozmikus képet. A föld neked határtalan, bejárhatatlan tér, de pici nyesztett vacak és a Neptunusz kövér. Nyugodj meg! Úgy hiszed, sújt az élet, csúf az arcot, takarnád a képet. Csak nézd világunk távlatát, a létet mit sem érhet. És a napkirály ki ott ragyog, a csúcs, hisz ő a legnagyobb, de távolabbra nézve látod. A nap csak kicsit jó barátod. Galaxisunk a nagy tejút, a kozmosz itt a végtelen. Az frisse látja át sosem, az ember erre képtelen. Atomnyi pont a kis ember és nyoma sincs, hogy él. Egy kő darab sötét felén, egy porszer ennyit ér. Ha életed száz völgyi ég, te vagy a nagy menő, de a kozmosz életében ez csak villanás idő. Azt hitted, téged sújt az élet és a józan ész a tét. De nézd világunk táblatát, kicsinke, apró, icipici, cseppi, garszi, incipinci, röpke, beszki, szimpla, ocska, nulla, semmi, ostobácska, léted mit sem ér. Ha? Vajon mit mondtak? Nem tudom, de kit érdekel, mire befejezik a nótácskájukat, a nap összeomlik a saját súlyától és felrobban, úgyhogy... 4,57 milliárd évvel később. Léted mi sem ér! Emlékeztek arra a gyerekre majdnem 5 milliárd évvel ezelőtt? Aha. Igaza volt. 20. századi juhok.